Köszöntöm kedves nézőinket, sportmagazinunkat látják. A következő fél órában foglalkozunk különböző diáksport eseményekkel, de lesz labdarúgás, kézilabda és tenisz is, érdemes lesz velünk maradni. Sporttörténelmet írt Vajszló április közepén. A település rendezte a súlyemelő diákolimpia országos döntőjét. Eddig még nem volt országos szintű verseny, ormánságban mondják a szervezők, akik összesen 160 versenyzőt fogadtak a megmérettetésen. Vajszlón egyébként az általános iskolában egy éve hozták létre azt a sportszakkört, ahol oktatják a súlyemelést. Így Vajszló lehet Pécs mellett a sportág baranyai fellegvára. A Vajszlói Általános Iskola 11 éves tanítványa mutatja be lökés gyakorlatát. Az ormánsági városban rendezték a súlyemelő diákolimpia döntőjét hétvégén. A 12 éves Orsós Kevin az iskolában ismerkedett meg ezzel a sportággal egy évvel ezelőtt. Nekem régebben is tetszettek ezek a súlyok, meg látom, hogy milyen nagy emberek vannak ebben a sportában. És mennyire nehéz? Hogy kezdted? Emlékszel még az első gyakorlatokra? Hogy kezdted? Milyen volt? Hát még gyenge, de nem volt olyan erős. Hány kilóval kezdted? 6. Mi a nehéz ebben a sportban? Azért kell egy technika hozzá. Azt meg kell tanulni, ezt nehéz elsajátítani? Nem nagyon. Egy idő után már meg lehet szokni. De azért még mindig lehet csiszolni, ugye? Egy egész pályafutáson át, ugye? Igen. Mi a célod? Mit szeretnél elérni a súlyemelésben? Mennyire gondolod komolyan, hogy folytatod ezt a sportágat? Hát folytatni mindenképpen szeretném, és egy cél, ami a 100 kiló fölött lesz. Farkas Kornél szintén 11 éves és ugyancsak vajszlói kisiskolás. Ő is az oktatási intézményben ismerte meg a súlyemelést. Jenő bácsi bejött az osztályba, megkérdezte, ki akar járni súlyemelésre, és beiratkoztam. Miért már a súlyemelést korábban? Jónak láttam ezt a sportot. Mi volt az első súly, amivel próbálkoztál? 10 kiló. 10 kiló, az jó azért kezdésnek. És hogy tetszett? Mi a nehéz ebben a sportágban? Hogy érzed? Mit nehéz megcsinálni? Emelni? Semmit. Semmi? Könnyű? Igen. Kisbérem voltunk, ott első helyzetet értem el, országos, háromszoros országos első lettem. Voltunk még háromszor Pécsen, kétszer itt Vajszlón, meg most. Sorolja versenyeit a fiatal sportoló. Az iskola testnevelő tanárát, a pécsi súlyemelők segítik a szakmai munkában. Így sikerült a döntőt Vajszlóra hozni. Ormánságban még soha nem volt országos verseny, ez az első alkalom, és ilyen külön boldog vagyok amiatt, hogy az őseim földjén pont súlyemelésben sikerült ezt megszervezni. Valóban rengeteg gyerek van, ugye 160 nevezés volt, azt kell, hogy mondjam, az elmúlt években a legnagyobb számú nevezés volt, és ebben a felnőtt magyar bajnokságot is beleszámítom. Ez egy lényegesen nagyobb merítést nyújt, és egy lehetőséget arra, hogy a szakemberek úgymond teszteljék a gyerekeket, és felfedezzük azokat, akiknek lesz külön arra tehetségük, hogy belőlük nagy válogatott versenyző legyen. Hála a kormányzat támogatásának, ugye a sport az most kiemelt prioritást élvez, hiszen az embernevelésben ahhoz, hogy egészséges, jó gondolkodású fiatalokat neveljünk, ahhoz a sport nélkülözhetetlen. Ezért ez nagy segítséget nyújt abban, hogy maga a sportág, vagy a súlyemelés is egy magasabb szinten és egy sokkal bővebb eszköztárral tudja a versenyzőit nevelni. Országos szinten is azt lehet látni, hogy ennek köszönhetően is, a támogatásnak köszönhetően is, és hogy a edzők motivációja és a klubok motivációja miatt egyre többen vagyunk, és folyamatosan is egyenletesen emelkedik a létszám. Egyértelműen ez az út abba az irányba, hogy a súlyemelésünknek a nemzetközi eredményessége javuljon, és ezen az úton már elindultunk. Igazi helyi sporttörténeti esemény, hogy ilyen szintű versenyt rendezhetett Vajszló, mondja a település vezetője. A jelzős szerkezetben az, hogy országos legfeljebb botrány előtt volt Vajszón, úgyhogy ez mindenképpen egy rendkívül esemény.
Egyrészt, másrészt egy olyan örömteli dologhoz kötődik az egész, hogy elindult egy akció, amiben vajszló fiatalokat súlyemelésre oktatják, és állítólag nagyon sok tehetséges gyerek van, és látom, hogy mennyire szeretik csinálni. Tehát én hiszek benne, hogy nagyon komoly hozadéka lesz, hiszen a sport az élet minden területén meg fog látszani az emberen, sokkal fegyelmezettebb lesz, jobb teljesítményt fog elérni minden téren, jobban tanul, magam részéről maximálisan tudom támogatni. Hát én magam részéről örülnék neki, hogyha más sportágban is kezdődne egy ilyen dolog. Ebben pillanatban ötletem nincs, hogy mi, de van egy nagyon optimista gondolat bennem. Úgy tűnik, hogy hamarosan elkezdődik a vajszói tanúszaga építése, és ugyanezt vizes pályán is folytatnánk. Egy sikeres program kezdődött Vajszlón, mikor egy éve elkezdték oktatni a súlyemelést az iskolában, szakkör formájában a Pécsi Egyesület segítségével, mondja a megyei közgyűlés elnöke. A súlyemelés az egy nagyon-nagyon nehéz sportág. Itt rengeteget kell ahhoz dolgozni, hogy az első eredmények meglegyenek, és ennek az újraindításnak még a legelején vagyunk. Bízunk abban, hogy mint Vajszlóról, mint Baranyából egyre több tehetséges gyermek kerül majd ki, és talán egy pár év múlva, 5-10 év múlva látjuk őket a magyar, illetve a nemzetközi versenyeken is. Baranya nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen ha megnézzük a megyeszéken, akkor két kosárlabda akadémia épül. Éppen a közelmúltban a tornászok kaptak egy új csarnokot, egy felszerelt csarnokot, három tanúszoda építése kezdődik, illetve kezdődött el. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nagyon jó szerepben van Baranya megye, és hát remélem, hogy egyre több fiatal tud ezekben a létesítményekben sportolni. A tervek szerint akadémiai rendszerben oktatnák a súlyemelést Baranyában a pécsi súlyemelők vezetésével. Ennek a programnak lehet kiemelt bázis a Vajszló, ahol felkutathatják a környéken élő tehetséges fiatalokat a szakemberek. Folytassuk a labdarúgó diákolimpiával. A teremtornák után már a szabadtéren is megkezdődtek a küzdelmek. Az általános iskolás csapatok kovácstelepi műhüves pályán mérik össze tudásukat. A pécsi fordulókon a kozármislenyi, a mecseknádasdi és a pécsváradi csapatok is pályára lépnek. Korcsoportonként az első két helyezett csapat jut a megyei döntőbe. Gyere kifelé, mert érkezem ember! Javában zajlanak a labdarúgó diákolimpia küzdelmei. A tornát az elsőtől a hatodik korcsoportig, azaz az általános iskolás és a középiskolás csapatoknak rendezik. A harmadik-negyedik korcsoportos lányok külön versenyeznek. A legtöbb korosztályban már megvannak a továbbjutók. Az ötödik-hatodikos fiúk városi döntőjét rendezték utoljára a kovácstelepi műfüvön. Itt már színvonalas, gólgazdag mérkőzéseket láthattunk. A PTE Deák gyakorló gárdája épp a Jókai általános iskola csapatát győzte le, így ők már biztos továbbjutók. Nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni a megyei döntőbe, ami április 25-én szerdán lesz ugyanitt. Az első két helyezett megy innét tovább. Hát a Jókai sikerült megvernünk, most úgy érzem, hogy második helyünk már úgy néz ki, hogy megvan. Most meglátjuk a TVT-en, mit játszunk, bár nagyon erős csapat, tehát el kell ismerni, nagyon jó futballoznak. Készülni nem nagyon tudunk, mert négy különböző osztályban vannak a gyerekek. Nagyon sokan járnak közülük futballozni, ott az edzők készítik őket. Ősszel játszottunk ugye csoportmérkőzéseket itt a városi bajnokságban, most tavasszal is, tehát ez alatt a hat mérkőzés alatt úgy érzem, kicsit összerázottunk, de külön nem tudunk készülni. Jó lenne természetesen egy országos döntőre eljutni, de én úgy érzem, hogy ha dobogon végzünk, már az is egy jó eredménynek számítana. Most, ami szerdán volt a középiskolás fiúk, ugye amatőr, a siklósi csapat nagyon erősnek tűnik. Én úgy gondolom, hogy az országos 20-as döntőbe is a 8 közt ott lehetnek, nagyon jól játszottak. A Széchenyi lányok szintén nagyon ügyesek voltak, bár ott ugye igazolt játékosok is játszottak a lányoknál. Hát bízunk benne, hogy az országos döntőn méltón képviselik majd Baranyát. Az iskolák három pécsi és egy pécsváradi csoportban küzdöttek a selejtezőkön. Mindenhonnan csak az első helyezettek jutottak a városi döntőre. A harmadik korcsoportban a PTE Deák gyakorlón és a Jókai Mór általános iskolán kívül a Testvérvárosok Terei általános iskola és a pécsváradi Kodolányi általános iskola focistái játszottak a továbbjutásért.
A színvonal az elég magas. Az első három korcsoportban, eleve labdarúgásban nincs semmiféle korlátozás. Tehát bárki, mindenki, az igazoltak is játszhatnak. Éppen ezért ez meg is látszik a játék színvonalán. A negyedik korcsoportban ott már korlátozták, ott a NB-ben játszó gyerekek nem indulhatnak. Valamikor, amikor kialakult a Magyar Diák Sportszövetségnek a regionális rendszere, akkor ezt úgy hozták össze, hogy a nagyobb városok és azoknak a vonzás körzete ugye alkotott egy-egy ilyen csoportot, ezeket hívják most is diáksportbizottságoknak. Ezt a feladatot Pécs városában a PSN ZRT vette át. Ez a kis kör bővült aztán később a Pécsvárad és környéki sulikkal. Ők kérték, hogy itt küzdhessenek, mert hát ugye Komló lett volna a másik körzet, de hát ők Pécsváradról könnyebben jutnak be, és inkább itt szeretnének versenyezni, és erre a Baranya megyei Diák Sporttanács akkor engedélyt adott. Nálunk meg volt a fogadókészség, hogy jöjjenek ide, és akkor így Kozár Mislány meg eleve ugye Pécs vonzás körzetéhez tartozott, és így van itt, ilyen alapon játszik itt a városi bajnokságban. A városi döntőről első korcsoportban a kozármislenyi Janikovszki általános iskola és a TVT csapata jutott tovább. A második korcsoportban a Széchenyi általános iskola és sportiskola, valamint a Jurisics gárdája mehet a megyei döntőre. A negyedik korcsoportban a Néri Szent Fülöp általános iskola és a pécsváradi Kodolányi a továbbjutó. A harmadik negyedik korcsoportos lánycsapatok közül a kozármislenyi Janikovszki és a Meszesi iskola focistái lehetnek ott a megyei döntőn. Pénteken pedig az is eldőlt, hogy a harmadik korcsoportos fiú csapatok közül a PTE deákgyakorló és a TVT képviseli a várost. Ez utóbbi korosztálynak április 25-én rendezik a megyei fordulót. Egyházmegyei sportnapot rendeztek a Gandhi sportcsarnokban, labdarúgás, asztalitenisz, sorverseny és kosárlabda sportákban. A jubileumi rendezvényre Baranya és Tolna megyéből is érkeztek általános iskolás csapatok. Siklós és Szekszárd után idén Pécset rendezte meg a Pécsi Egyházmegye 10. sportnapját. A megmérettetésre az egyházmegyei iskolák csapatai mellett várták a Baranya és Tolna megyei plébániai közösségeket is. A program április 14-én reggel 8 órakor kezdődött regisztrációval, majd 9 órától folyamatosan zajlottak a küzdelmek a Gandhi sportcsarnokban. Három korcsoportban, 4 sportágban mérhették össze tudásukat a gyerekek. A hittanosokat szólítottuk meg rendszeresen újra és újra. Többnyire ugyanakkor mégis a katolikus iskoláinknak a tanulói jönnek el, ugyanis ott konkrétabb, meg pontosabb a szervezés, mert az iskola vezetés kiadja a tesi tanároknak a feladatot, és akkor ők szakmailag jobban meg tudják szervezni. Úgyhogy 80%-ban a katolikus iskolák tanulói voltak, 20%-ban pedig plébánia közösség, plébánia hittanosok. Én nagyon örülök, hogy a vallásos embereket, vagy hívő embereket, vagy a vallási intézménynek a tagjait ne csak a vallási kultúra mentén, hanem ami a szekularizált világnak is programjai, hogy azok mentén, tehát hogy azok mentén is találkoztassuk őket, hogy nem kifejezetten a vallásról van szó, de hogy tudjuk, hogy ezt az egyház szervezi, hogy itt pap is van, hogy hitoktatók szerveződnek, hogy valahogy így indirekt módon is kapcsolódjunk össze. Nekem, én ezt látom benne, meg aztán ott vannak olyan dolgok is, hogy azért a testnek a kultúrája, ez is indirekt módon, hogy így jelezni azt, hogy hozzátartozik a teremtéshez, a kapcsolatépítés, az is nagyon fontos, hogy azt is előmozdítsuk. A legnépszerűbb sportág a futball volt, a résztvevők csak nem 80%-a ebben mutatta meg tudását. A többiek a sorversenyen, az asztali tenisz, valamint a kosárlabda bajnokságon mérkőztek meg egymással. 4 meccset játszottunk, 2 nyertünk, 1 döntetlent, és 1-szer kikaptunk. Összesen 4 gólt lőttem, és jó volt a csapat. Mennyire vagytok összeszokottak ti? Hát, még nem nagyon. Focizni szeretek, focizok. A Kozár Mislánynél,
és szeretek focizni. Van példaképed? Igen. Ki a példaképed? Cristiano Ronaldo. Igen, és miért pont ő? Hát nem tudom, csak amikor megszülettem, akkor gyűjtöttem ilyen fociskártyákat, és ő lett így a kedvencem. Nekem az egész sportnap tetszett, egy kicsit azért a fociba egy védelem is jól jöhetett volna ott hátul, de én élveztem nagyon. Melyik volt számodra a legjobb meccs? Melyik tetszett a legjobban? Szentmór 2 ellen volt. Te focizol egyébként? Igen, igen, kapust vagyok most. Kapus vagy? Igen. És heti hányszor van edzésetek, és mit csináltok egy edzésen? Háromszor, hát bemelegítünk, valamikor ilyen labdás bemelegítővel, azután vagy játszunk, vagy ilyen gyakorlatokat végzünk. Diákolimpián indultatok? Én nem indultam, de szerettem volna. Az én az indult, mert szerintem jók voltunk ezen a meccseken. Van neked példaképed a fociban? Lionel Messi és Filipe Coutinho. A legnagyobbak labdarúgó küzdelmét nagy csatában a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskola csapata nyerte. Az intézmény tanulói jó részt a környék hátrányos helyzetű családjaiból származnak. Az iskola fenntartója immár 6. éve a Pécsi Egyházmegye, azóta jelentős fejlesztések indultak el az intézményben. A pályázati lehetőségeknek köszönhetően a gyerekek több felzárkóztatási programban is részt vesznek. Tulajdonképpen mi ezt egy felkészülésnek szántunk, hiszen megyedöntőt játszunk most labdarúgásba, de hát bíztunk benne azért, hogy a negyedik korcsoportban azért nyerjük. Elég erős volt, főleg a döntők azok merés mezőnyek voltak, hiszen más csapatokból futballisták is ott vannak. De hát azt hiszem, hogy most elmondhatjuk, hogy azért megérdemeltük, hogy megnyertük. Még az atlétikát kezeljük kiemelten, és a kézilabdát kezeljük kiemelten, tehát ezt a három sportágot. Tudni kell, többet nem is tudunk bevállalni, mert hát tulajdonképpen 90 gyerekről beszélünk összesen. A versenyek előkészítésében és lebonyolításában a Szent Mór iskola központ testnevelő tanárai segítettek. A szervezést a Pécsi Katifi vállalta, az egyes játékokat pedig a csoportokat kísérő testnevelők vezették. A labdarúgó NB3-ban, amíg a nyugati csoportban mondhatni magabiztosan vezet a Kaposvár, a középcsoportban kiélezett harc folyik a bajnoki címért. Itt a legutóbbi fordulóban a PMFC ismét az érre állt, köszönhetően hazai győzelmének a Dunaújváros ellen, valamint a Tiszakécske Mórahalmi botlásának. Bata Kristóf alig 2 perc elteltével fejjel vette be a Dunaújváros kapuját, aztán 9 perccel később Kónya Dávid passzát Koller rúgta vétetetlenül a jobb felsőbe. A pazar hazai kezdés után rendezte sorait a Dunaújváros és Csehi révén tudott szépíteni. A második félidő már csak lehetőségeket szült mindkét oldalon. Ők kegyetlenül kihasználták a mérkőzésen lévő helyzetüket, lehetőségüket. Sajnos ezt nem tudtuk megakadályozni. Illetve hát mi ott az elején, ami ott még is volt egy vagy két nagyobb lehetőségünk, sajnos mi meg kihagytuk. Megérdemelten nyert a Pécs a mérkőzés legelején lévő teljesítményével, de megfordítottuk volna a találkozót. Az első gólunk után jobban kellett volna még egy kicsit játszanunk, több összjáték kellett volna, kicsit nagyobb iram, mutatom azt, nagyobb lendület, inkább így fejezem ki magam, és akkor lehetett volna fordítani. Volt is egy olyan szituáció egyébként, amit most se értek, hogy a játékvezető miért fújt le, kezezést reklamált az ellenfél, tisztán láttam én a padról, hogy nem volt kéz, hát a futball ilyen. Márton Gábor így értékelte a látottakat. Az elején jól játszottunk, utána viszont ilyen kapkodás volt. Azt mondják, hogy ezt szó szerint kiharcolt a csapat. Óriási nyomás rajtunk, ez nem kétséges, és nagyon nehéz így hétről hétre pályára lépni. De még azt mondom, hogy nekem is, aki azért elég sok mindent megéltem, ez még nekem is óriási dolog, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy a csapat visszakerüljön az NB2-be, és tényleg ez az egyetlen oka annak, hogy itt az embernek néha elmennek otthonról, lehet így kifejezni, most nem beszélve a játékosokról, akinek a legnagyobb a felelőssége a pályán. Ráadásul azért azt lássuk be, hogy az ömében nem kipróbált játékosokról beszélünk, akik folyamatosan
ilyen nyomás alatt nőtek fel, mégis valamilyen szinten többé-kevésbé elviselik, úgyhogy vannak ilyen győzelmek, amikor ki kell harcolni, amikor egy bizonyos ideig jól játszott a csapat, és utána a küzdelemé volt a hangsúly. Még 7 forduló van vissza a bajnokságból. Ha a PMFC az MB2-ben akarja folytatni jövőre, mindegyik meccset meg kell nyerniük, hiszen abban nem bízhatnak, hogy a riválisok majd botlanak, ahogy ez most történt. A Tiszakécske Mórahalmi döntetlenjének köszönhetően vezeti a tabellát 1 ponttal a pécsi csapat. Nagyon bízom a srácokba, hogy előbb-utóbb elkapjuk a fonalat, mert valóban nem játszunk abban a minőségben, ahogy ősszel. Keresünk, kutatjuk az okát velük, nélkülük. Én nagyon bízom benne, hogy addigra, amikor így finishbe érünk a hajrába, akkor visszajönnek ezek a dolgok, és a végén, amikor a legnagyobb szükség lesz rá, akkor magabiztosabb lesz a csapat, és be fogjuk húzni a meccseket, de nyilván hát ígérni lehet, annyira nem szegény senki, hogy megígérje, hogy mind a 7 meccset megnyerjük, a törekvés ez. Ehhez a következő fordulóban a jó formában lévő Hódmezővásárhely ellen kell helytállni idegenben, aztán pedig a Makó lesz a PMFC ellenfele hazai pályán. Fölényes győzelmet aratott a Kozár Mislany Esse a Gárdony Pázmánd NKK ellen a női kézilabda NB1B-ben. A Kozár Mislenyiek hétvégén a nagy rivális Szekszárdhoz utaznak a soros fordulóban. Nagyon jó napot fogott ki a Kozár Mislenyi női kézilabda csapat. A félidőben már 10 góllal vezetett a Gárdony Pázmánd elleni hazai meccsen, és végül pont ekkora különbséggel győzött. Nagy iramot diktáltak a házigazdák az első félidőben, 15 gólig jutottak, s hogyha nem hibáznak, könnyedén meg lehetett volna a 20 pont különbség is. Eközben hátul is rendben volt a csapat, az 5 kapott gól önmagáért beszél. A második félidőben már nem tudták növelni a különbséget a Kozár Mislenyiek, de ezzel együtt csak dicséret illeti a lányokat, mert nagyon magabiztosan hozták ezt a meccset, és sok szép pillanattal ajándékozták meg a szurkolókat. Extra motivált csapatot kaptam ezen a mérkőzésen, amivel az első félidőben el is döntöttük a meccset, értékelt Kovács Tamás vezetőedző. Az első félidő megalapozta az egész meccset. Nagyon oda tették ma a lányok magukat, és hogy nagyon innen is gratulálok nekik. Második félidőben egy picit belassultunk, egy kicsit saját magunkat becsaptuk, úgy gondolom, ezen dolgozni kell, de egy percig nem forgott a szélbe a győzelem, hogy örülök. Próbálok lehetőséget adni minden olyan játékosnak, akik mondjuk kevesebbet is kaptak, meg kell nézni, hogy tudnak-e élni a lehetőséget, tudnak-e élni a helyzettel. Ugye van egy olyan furcsa dolog, hogy hát szerződéskötési időszak van a sportban, amikor a jövője dől el játékosoknak. Úgyhogy kíváncsi voltam arra, hogy egy-két lány hogy tudja megállni a helyét. Jó visszajelzéseket kaptam, okoz is egy kis fejtörést. Most jön egy rangadó Szekszárdon. Igazából azt gondolom, hogy a Szekszárd otthonába győzni az bravúr. Győzni akarunk, mert azzal meg lenne mindjárt a negyedike is. Még annak ellenére van vissza 3 meccs. Dolgozni kell azon, hogy tovább javuljon a támadó játékunk a nyitott védekezés ellen. De ha ilyen mentalitással leszünk, akkor Szekszárdos elhúzunk a 2 pontot. A Sportegyesület Pázmánd kézilabda szakosztálya 2003-ban alakult. 2013-ban megalakították a Pázmánd Női Kézilabda Sportegyesületet. A szakmai munka jelenleg is a két egyesületben közösen folyik. A 2008-2009-es bajnoki szezonban már egy neves edzőt is sikerült megszerezni, Páncél Barabás személyében, aki NB1-es játékosi és edzői múlttal rendelkezik, és több évet edzősködött külföldön is. Azt kell mondanom, hogy elégedett lehetek, ugyanis én előre elfogadtam volna ezt a 10 gólos eredményt. Annak alapján, hogy sokan hülyének néznek egy kicsit, de szóval a lehetőségeink és az elvégzett munka alapján ez a 10 gól, ez reális. Tehát addig, amíg itt hallom, hogy edzenek 8-at, 9-et, egy héten én edzek 2-t. Valaki próbálja megcsinálni ebből azt, hogy faragja le. Lerohantak bennünket az elején, illetve látszott az az edzési hiány, amikor nem tudtunk gyakorolni a héten, tehát én nem tudtam nekik szinte semmit adni. Azok be is jöttek, lerohantak bennünket, mi kihagytuk az ittszereket, meg ez szorosabb lett. Kihagytuk az ittszereket, én szerintem második fél időre úgy, ahogy összeálltunk, kezdett a régi dolgok visszajönni. A jobb átlövőm az 5 hónap után most játszott másodszor, műtét után,
Én nekem azt jövő hétre kell fölhozni, tehát játszhatnom kell mindenféleképpen. Hát ennyi. A Kozár Mislenyese jelenleg 31 ponttal a negyedik helyen áll, a Gárdony Pázmánd NKK pedig 20 ponttal a 9. a tabellán. Sima szekszárdi győzelemnek indult a női élvonalbeli kosárlabda bajnokság elődöntőjének első mérkőzése. A 14 ponttal megnyert első negyed után a Zete most is bizonyította, nem véletlenül végzett az alapszakaszban a negyedik helyen. A kritikusabb pillanatokat persze uralta a Gyokis csapat, és 12 ponttal megnyerte az első meccset az alaiak ellen. Könnyű szekszárdi győzelmet sejtetett az első negyed, amelyben ritkán jutott megfelelő dobóhelyzethez az Alegerszeg. A szekszárd gyors játékkal, figuratív megoldásokkal hamar 14 pontos előnyre tett szert. A második negyed már egészen más képet mutatott, éppen a szekszárdiaktól megszokott, fegyelmezett, kellően agresszív védekezéssel jött ki az ETE, és szinte levédekezte a szekszárdi támadásokat, és gyors indításokból, valamint remek távoli duplákból, triplákból operáltak. 10-zel nyerték ezt a játékrészt a második negyedet. Nagyon jól kezdtünk, ahogy ezt meg is beszéltük, kemény védekezése, de hát ezt a Miskolc meccset is, aki látta, az tudhatja, hogy az Alegerszeg ott mínusz 16-ból nyert otthon, tehát tudni kell róluk, hogy hatalmas szívvel küzdenek, és nem adják föl, és hát sajnos... sajnos ott volt a második negyedben egy olyan periódus, ami hát még a harmadikig is kitolódott. Megérezte a vérszakot az ETE, ám a szekszárd attól nagy csapat idehaza, hogy mind az egyéni teljesítmények, mind a csapat összmunkája révén képes a jól játszó, éppen aktuális ellenfele fölé is kerekedni. Ez most is így történt, így a vezetőedző az összkép alapján újfent elégedettségének adhatott hangot. Nagyon örülök, hogy nyertünk, gratulálom minden két csapatnak, szerintem minden két csapatnak voltak jó periódusok, nekünk, akkor mondom, második negyed kivéve nagyon jól játszottunk, nagyon jól védekeztünk. Sajnos nem bementek pár külső dobások, hármasok, ha ez bement volna, elmegy meccs 20 pont fölött és vége lenne. De ezért is mutattuk, hogy nagyon jó csapat, és nem véletlenül itt van, mert nem adta fel. Folyamatosan dolgozottuk, és nagyon jó játékosok vannak, nagyon hasonlítanak például a mi csapatunk, ami tavaly volt, nagyon komoly centerek vannak, és nagyon jó külső posztú játékos, ez a Jeffrey, aki Romániában évek keresztül volt bajnok és MVP. A szekszárd dolgát persze nehezítette, hogy az új sérüléssel bajlódó Szara Klinics ezen a meccsen sem szerepelt, továbbá a csapatkapitány Teodorán Alexandra és az amerikai pontgyáros Erika McCall hamar összeszedte harmadik fajtját, így taktikai okokból mindketten a kispadra kényszerültek perceken át. A mezőny emberek szorgoskodása mellett fontos volt az alai magas emberek semlegesítése, és ebben komoly szerepe volt Mansari Manti Annának, aki a kritikus pillanatokban is, amikor 4 pontra beközelítette az ETE, remekül helytállt. Lepattanózott, jól lépett be a játékba, és pontokat is szerzett. Most, hogy Szara nem tud játszani, ezért fontos, hogy mi, akik bekerülünk és eddig kevesebbet játszottunk, tudjuk hozni azt a színvonalat, és hát ezért vagyunk csapat. Hogyha valaki kiesik, akkor mindig van, aki a helyére lép, és tudjuk pótolni ezt a hiányt. Nagyon jó érzés, főleg úgy, hogy általában a kevesebb szerep szokott jutni, hogy ilyenkor, amikor szükség van rá, akkor én is hozzá tudok tenni. Hát mondom, ettől vagyunk csapat. Az ETE-ben az egyik legnagyobb harcos régi ismerősünk, Hegedűs Őri Györgyi volt, aki 2 évvel ezelőtt éppen szekszárdról igazolt az alai megyeszékhelyre. Mint megismertük annó, keménységért, vagányságért nem megy a szomszédba a hölgy. Szereti az ilyen fizikális meccseket. Volt egy kis hullámvölgy a mérkőzésünkben, többször is sajnos, és ezt szépen ki tudta használni a szekszárd. Sokkal fegyelmezettebben kell védekeznünk. Ha ezt megvalósítjuk, akkor sokkal jobb mérkőzést játszhatunk otthon, hazai pályán. Szerintem más lesz a felállás. Visszajöttök majd szekszárra, mert megverhetitek újra a szekszárnak itt az alapszakaszban? Én így tervezem, hogy még visszajövünk. Game plan, azt jelenti, amit terveztünk, ezt követünk az egész meccsen, és persze most kell nagyon jól analizálni a meccs, amit mondtál, és van bennünk még taktikai fegyverek, amit készültünk, már erre a meccsre, amit nem használtunk,
de azért ez az elődöntő széria olyan, most csak vezetünk 1-0. Innét folytatódik az elődöntő második mérkőzése, hétközben Zalaegerszegen. Nagy sikert aratott a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sporthétvégéje. A rendezvényen 23 intézményből 300 diák vett részt, akik számtalan sportágban mérhették össze tudásukat. A versenyzésen felül a hétvégén barátságok is köttettek. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sporthétvégéjének felvételeit láthatjuk. Az Arany János Tehetséggondozó Program tagintézményei minden évben olyan eseményeket szerveznek a diákok számára, amelyre a programban résztvevő minden iskola diákjait meghívják. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban ez a rendezvény a gimnázium sporthétvége. A bejövő évfolyamoknak megrendezett különböző kis játékos, barátságos sportversenyeket szervezünk ilyenkor. A 23 Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő intézmény nek az egyik olyan programja, amit minden évben megrendezünk, minden évben megrendezésre kerül az iskolában. És a fiúfoci, lányfoci, röplabda, kosárlabda, sakk, csocsóbajnokság, céllövészet, ezek azok a sportágak, amikben várjuk a csapatokat, és minden évben 200-300 fő közötti résztvevő diákot, illetve kísérőtanárt látunk itt vendégül. Üresen vannak az emberek, fogják! Gütt Tamás igazgató helyettes kifejtette, mivel ez nem egy professzionális sportverseny, és természetesen a diákok sem profi sportolók, ezért elsősorban az ismerkedést próbálják elősegíteni az egyes iskolák között, hiszen az Arany János Tehetséggondozó Program egyik fontos pillérje éppen az, hogy az intézmények sajátos rendezvényeire meghívja a többi iskolát, és ezáltal erősítik a diákok közti kapcsolatot. Nagyon jó alkalom ez a barátságos, fair play szabály alapján zajló sportnap arra, hogy még jobban megismerjék egymást, egyébként a saját képességeiket is, és természetesen nem csak a sportról szól ez az itt töltött három napjuk, hanem számtalan szabadidős program, illetve lehetőség is várja őket, amiket, hogyha kihasználják, akkor nem egyszer, nem kétszer hosszú távú barátságok és kapcsolatok is létrejönnek ezeken a találkozókon, nem csak a Bonyhádi Gimnáziumnak, hanem számos más országos Arany János program keretein belül megrendezett ilyen rendezvényen is, úgyhogy ez az egyik legfontosabb célja, ha ezt így lehet mondani, hogy az ismerkedés és a kapcsolattartás. Ezt támasztotta alá több diák megkérdezése is. Váci Dominik labdarúgó mérkőzéseken vett részt, ahol több barátot is szerzett már. Szerintem ez nagyon jó dolog ez, mert én már igazából szereztem is barátokat. Hát a sport igazából az nem halálra megy, csak játszunk egy jót, én azt mondom. Tóth Eszterék kosárlabdában mérték össze tudásukat a többi iskolával szemben. A sportnap szerinte is egy jó alkalom volt a közösségépítésre. Szerintem nagyon jó, mert például tegnap is ugye voltak ezek a sorversenyek, és én is nagyon jól éreztem magam, és sok új barátot szereztem. Az idei versenyen a 23 intézményből 20 nevezett, 293 diákkal és kísérővel. A dobogós helyezett csapatok érmeket, oklevelet kaptak. Ezen felül a sportnap után egy közös kirándulásban vehettek részt a diákok, ahol a Sárköz kultúrájával ismerkedhettek meg. Ez volt a Sportmagazin, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, és ne feledjék, a sportot nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!